Általában mondjuk tapasztaltabb álláskeresők jönnek hozzám, 45, 50, 55 évesek, 56 évesek, tehát nagyjából a szüleitek korosztálya. Valaki elveszíti az állását, vagy váltani szeretne, elkezd próbálkozni, azt gondolja, hogy van a kezében egy diploma, van 10 év tapasztalata, és akkor majd neki ez menni fog. És aztán azt tapasztalja, hogy hát ez nem olyan könnyű. Küldi az önéletrajzokat hirdetésekre, és azt tapasztalja, hogy nem hívják vissza. És aztán telnek múlnak a hónapok, az önbizalma kezd lesüllyedni, és akkor keresnek meg általában, hogy na, akkor hogyan kellene állást találni, és röviden összefoglalom nektek ezt a metódust, és ebből az első mindig a pályorientáció. Mindig azzal kezdem nekik, még egy tapasztalt szakember is, és nálatok is ezért kezdem, hogy hol tudná a legjobban eladni a tudását, mire van manapság igény. És itt két dolgot kell általában megnézni. Az egyik, hogy és akkor rólatok beszélek most, hogy ti miben vagytok jók. Mi nektek az a készségetek, amiben jók vagytok. És ugye ezt mindenki tudni fogja magáról. Van, aki jó beszél valamilyen idegen nyelvet, van, aki jó műszaki dolgokból, van, aki másból jó. Tehát ez az első dolog, amire építenetek kell majd a későbbiekben. A másik dolog, és ez most a hangsúlyosabb, amiről beszélni szeretnék, hogy mire van ma igény a munkaerőpiacon. Nyilván, hogyha valahol ilyen folyószöveges önéletrajzot kérnek tőletek, akkor írjatok olyat. Én is az első állás, épp a gyakornoki helyemre még ilyennel pályáztam. Egyetem alatt dolgoztam gyakornokként a Nemzeti Vagyonkezelőnek az elődjénél. Illetve igen, az APVRT-nek hívják, és akkor oda egy ilyen önéletrajzot adtam be. Aztán később éreztem, mikor már ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy hát ez nem valami profi. Úgyhogy ennek akár egész korán hasznát vehetitek, tehát aki most úgy érzi, hogy jó, én még most tanulok majd 5 évet egyetemen, miért kell nekem önéletrajz, lehet, hogy viszonylag gyorsan szükségetek lesz rá. Úgyhogy én készültem nektek egy kis segítséggel, hogy kiosztanék egy-egy jobb önéletrajzot, és megnézzük, hogy néznek ki ezek, oké? Na, két önéletrajzot hoztam mintának. Oké, nézzük meg, hogy mi kell egy jó önéletrajzhoz. Ez egyébként ilyen kéthasábos önéletrajz, de az egyhasábos önéletrajz is jó, nem feltétlenül a struktúra a lényeg. Hogyha gyakorlatilasabban akarjuk nézni, akkor ugye egy önéletrajznál szükség van megfogalmazni egy célkitűzést, és ezt már nem árt az önéletrajzra ráírni, ugye ezzel kezdjük. A Slezák Tibor egyébként egy ilyen friss diplomás ügyfelem volt, úgyhogy hozzátok talán korban ő áll a legközelebb. Ugye ő megfogalmazta, hogy logisztikus, illetve raktáros munkakört keres egy kevés tapasztalattal, de annál több tettvágya a friss tudással rendelkező szakember. Oké? Tehát egy röviden megmondja, hogy mit szeretne csinálni. Végül a Waberersnél helyezkedett el fuvarszervezőként, de ennek már egy pár éve. Aztán amiben az én általam írt önéletrajzok gyökeresen különböznek a hagyományos önéletrajzoktól, hogy itt ilyen eredményeket is szeretek felsorolni. Ugye egy hagyományos önéletrajzban ilyen feladatok vannak, hogy ezt csináltam, azt csináltam, amazt csináltam. De igazából ez nem különböztet meg benneteket a többi álláskeresőtől, a többi jelentkezőtől. Tehát igyekezzetek mindenhol eredményeket is megemlíteni. Én ezt ki szoktam emelni egy ilyen önálló fejezetben, látjátok, itt van a főbb eredményeknél. Na most nektek még ér mindenféle eredményt felírni, ahogy a Tibor is írja. Itt ugye azt mondja, hogy a Gebrüder Weiss szállítmányozási és logisztikai Kft. Raktározási rendszerét bemutató 67 oldalas tanulmányom kiváló minősítést kapott 2009-ben. Ez a diploma munkája volt, de ő ezt egy eredményként mutatja be, hogy hát ez egy kiváló minősítést kapott. És aztán a családi vállalkozásba is besegített, ezért beleírta, hogy édesapámnak 420 ezer forintot spóroltam meg azzal, hogy az államvizsga után nála dolgoztam gépkocsi vezetőként. Tehát mindenféle ilyen eredményt érdemes bemutatni. Aztán ami a fontos, a készségek. Aki írt már önéletrajzot, hogy mutatta be ezeket a készségeket, hogy jó kommunikációs készség, ugye vannak ilyenek az önéletrajzokban. Miket szoktak még szerintetek beleírni? Csapatjátékos, igaz, rugalmas, meg lojális, stb. Most ezek igazából így semmit nem érnek, tehát amikor önéletrajzot írtok, akkor próbáljátok meg ezeket egy picit jobban megmagyarázni. Hogyha megnézem a második önéletrajzot, a Horváth Nóra önéletrajzát, akkor a készségeket ő alátámasztotta. Például azt mondta, hogy értékesítés, keresem a lehetőséget, hogy ügyfelémnek úgy értékesítsek egy terméket, hogy az az ő céljaikat is szolgálja. Vagy ügyfélorientáltság. Először mindig az ügyfelek problémáját igyekszem megérteni, ez alapján már személyre szabottan tudok megoldást kínálni.
Oké, tehát hogy a készséget mutattok be bármilyen önéletrajzba, akkor igyekezzetek megmagyarázni, ne csak egy ilyen felsorolás legyen, csapatjátékos, meg jó probléma megoldó készség, mert ezt igazából már nem nagyon veszik komolyan. Oké, utána jön a szakmai tapasztalat, amit bemutathatok. Kérdezhetitek, hogy ugye ti milyen tapasztalatot mutassatok be, hogyha pályáztok valahová. Ugye itt jön jól bármilyen tapasztalat, bármilyen munkát végeztek, akár eddig, akár majd ugye a főiskolai egyetemi éveitek alapján, ezt be tudjátok mutatni, még akkor is, hogyha nem fizetnek érte. Tehát, hogyha mondjuk egy önkéntes munkát végeztek nyáron valahol, be tudjátok mutatni a szakmai tapasztalatnál. Hogyha besegítettek a apukátok, anyukátok cégében, be tudjátok mutatni. Hogyha demonstrátorként dolgoztok majd a főiskolán, egyetemen, be tudjátok mutatni a szakmai tapasztalat között. Tehát nem csak az a szakmai tapasztalat számít, ami egy főállás, hanem minden, ahol valamilyen munkát végeztek. Van valami, amiről még nem beszéltem szerintetek? Hogyha mondjuk nézzük a Slezák Tibornak az önéletrajzát? Hogyha a bal oldalt megnézitek, a bal oldali sávot. Na, ugye itt van ilyen ajánlás, ilyen referencia idézet. Tibor mindig precízen, pontosan végezte munkáját, a határidőket betartva nagyon elégedettek voltunk vele. Kovács Ferenc, Gebrüder Weiss, ügyvezető igazgató. Ilyeneket ér használni az önéletrajzatokba, ezt ajánlásnak vagy referencia idézetnek hívjuk. Ennek hagyományosan az volt az előzménye, hogy ilyen ajánlólevelet csatoltak az emberek az önéletrajzukhoz, viszont általában mikor kap az ember ajánlólevelet, így a munka világába, hát amikor elküldik valahonnan. Úgyhogy igazából ez elég erősen gyökött van az ajánlólevelek hatékonyságából, ezért javaslom nektek, hogy ne ajánlólevelet csatoljatok, hanem kérjetek majd akár tanárotoktól, már egy-egy ajánlást, akivel ugye szorosabban együtt dolgoztak, akár itt a gimis évek alatt, aztán pedig majd a főiskolán egyetemen. Oké, tehát ez az ajánlás, ez sokkal eredményesebbé teszi az önéletrajzot. Miért? Mert ha én mondom magamról, hogy jó vagyok, hát akkor azt nem biztos, hogy elhiszitek, sőt, inkább nem hiszitek el. De hogyha mondjuk 2-3 ember ugye feláll, és azt mondja, ja, igen, András az anyukámnak, meg apukámnak segített elhelyezkedni, és tényleg nagyon hatásos dolgokat tanít, akkor már sokkal inkább el fogjátok hinni. Nagyon sokan félreértik a motivációs levelet, mert azt kérdezik, hogy most mi más lehetne a motiváció, mint hogy legyen egy munkám, keressek egy kis pénzt, ki tudjam fizetni a csekkeket, tudjak venni egy saját mobilt, vagy nem tudom micsoda. De igazából nem a ti motivációtokról kell írni a motivációs levélben, azt mondjuk röviden egy mondatban megírhatjátok, hogy miért pályáztok egy-egy állásra, hanem arról, hogy ti hogyan tudtok hozzájárulni a munkáltató szakmai eredményeihez. Tehát itt bemutathatjátok az eredményeiteket, és egy ilyen, az adott területen egyfajta szakértőként, vagy motivált szakemberként pozícionálhatjátok majd magatokat. Oké, tehát nem azt kell megmagyarázni, hogy ez majd az én pályámat így épül, meg én ezt szeretnék lenni, és látom, hogy ez majd engem oda vezet, hanem hogy mit csináltatok eddig, ami bizonyítja, hogy ti majd itt is ügyesek lesztek. És egy nagyon fontos tippet adnék nektek, mert ugye nálatok az lesz majd a gond, hogy általában nincs elég tapasztalatotok, amikor valahova pályáztok, és hogyha mondjuk jelentkezik egy olyan szakember az állás, akinek van már az adott területen 2 éves tapasztalat, akkor egy kis hátrányból indultok. De ezt tudjátok ellensúlyozni, van egy kifogáskezelési technika, ez pedig úgy néz ki, hogyha van valami hátrányotok, ez akár lehet az, hogy ugye nincs tapasztalatotok, akkor ezt nem megpróbáljátok elrejteni, hanem felszínre hozzátok. Ugye a Slezák Tibor már itt a célkitűzésnél is használta ezt a technikát, hogy ugye kevés tapasztalattal, de annál több lelkesedéssel rendelkező szakember. A motivációs levélben ti is tudjátok majd használni, hogy ugye lehet, hogy fiatal vagyok, lehet, hogy igazából engem pályakezdőnek néznek, de én nem vagyok az, mert én az egyetemen is nem tudom, magánórákat adtam Excelből, vagy angolba, vagy már gimi alatt, vagy már Tesco-nál is dolgoztam, ilyen meg ilyen munkakörökbe. Tehát felszínre hoztok egy lehetséges kifogást magatokkal kapcsolatban, és egyből meg is válaszoljátok, hogy ez miért teljesen tévedés, hogy ilyen kifogással gondol bárki is veletek szembe. Ti fiatalok vagytok, lelkesek vagytok, és már egyébként is van tapasztalatotok az adott területen. Nézzük akkor ezeknek az eredményességét, mert ezt nagyon sokan rosszul használják. Ugye vannak a munkaközvetítők, azt még nem is beszéltük meg, a állásbőrzék is, ugye? Főleg fiataloknak. Na nézzük ezeknek az eredményességét. Mindenki a Pareto elvet ismeri valaki?
Pareto elv, ez a 80-20-as szabály. Ez azt jelenti, hogy az eredmény 80%-áért általában a befektetett mondjuk munka vagy erőforrás 20%-a felel. Tehát, hogyha ti az időtöket, mondjuk a tanulás, vagy az tanulásra töltött időtök 20%-ába tanultok olyan intenzíven, ami miatt a legjobb jegyeket megszerzitek. De ez a munkaerőpiacon mondjuk azt jelenti, hogy általában az álláskeresőknek a 80%-a, ez a fordított Pareto elv, 80%-a álláshirdetésekre pályázik, de álláshirdetéseken keresztül a cégek csak az állások 20%-át töltik be. Oké, tehát aki álláshirdetésekre való pályázással tölti az idejét, az ugye nem a leghatékonyabban dolgozik, mert a cégek pont az állásaik 20%-át töltik be álláshirdetéseken keresztül, amiben benne vannak az internetes hirdetések, meg a nyomtatott lapokban a hirdetések is. Ott vannak az ismerősök kapcsolatok, ez vezeti egyébként a listát, ez 45%-ot tesz ki. Tehát a cégek majdnem az állásaik felét ismerősökön keresztül töltik be, de ez nem azt jelenti, hogy ugye mutisztán meg sogorkoma, ilyen is van. Mondjuk vegyük azt, hogy Magyarországon élünk, a 45%-nak a fele az ilyen mutyi meg sogorkoma. A másik fele pedig az, hogy valaki összefut mondjuk egy volt gimnáziumi osztálytársával, beszélgetnek, hogy mi újság, hogy mint, és aztán ő elmondja, hogy állást keres, az osztálytárs mondja, hogy ja, hát épp a cégünk nép, most keresünk embereket, nem pályázott meg. Tehát, hogy így az ismerősök igazából az információt viszik. Jó? Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy jó, de nekem nincs bankigazgató nagybácsim, akkor nekem nincsenek kapcsolataim, akkor nincs veszve a helyzet, mert ez csak a kisebb részt teszi ki. Ami még nagyon fontos, azok a direkt megkeresések. Ugye, hogy ez szintén 20%-ot tesz ki egyébként, ez a mondjuk a második helyen álló elhelyezkedési technika. Hogyha ti kinéztek egy céget, és akár keresnek állást, akár nem, megnézitek, hogy ki lenne a szakmai vezető, akinek dolgoznátok, és vele veszitek fel a kapcsolatot, mondjuk elkülditek ezt az igényes önéletrajzott motivációs levelet, akár postán, névre szólóan, és utána akár telefonon érdeklődtök nála. Egyébként mindkét ügyfelem, aki ezeket az önéletrajzokat írta, meg ezekkel helyezkedett el, pont így használták ezt a technikát. Tehát nem álláshirdetésre pályáztak, hanem kinézték a cégeket. Ugye a Slezák Tibor tudta, hogy logisztikai cégeknél szeretne dolgozni, kinézett 10-15 céget Budapest környékén, elküldte az önéletrajzot a szakmai vezetőnek, ugye kinyomozta neten, hogy ki lehet az, és így talált állást. Jó, tehát menjetek direktbe, írjatok mindig egy céglistát, hogy hol szeretnétek dolgozni, és pályázatok közvetlenül. Ez volt tehát az álláskeresési technika, az üzenet, hogy ne csak álláshirdetésekre pályázatok, arról nem beszéltük, hogy menjetek állásbőrzékre, mérjétek majd fel az igényt, hogy beszélgessetek munkáltató képviselőivel, de a legfontosabb, hogy építsétek, tartsátok karban a kapcsolataitokat, és pályázatok közvetlenül is majd cégekhez, gyakorlati helyekre. Mindenki elkövet 3 hibát, illetve van 3 dolog, amit nagyon sok álláskereső elkövet, és ezt utálják a személyzetisek is, meg a szakmai vezetők is. Igazából a number one hiba az az, hogy az emberek nem készülnek fel az interjúra. Azt gondolja, hogy hát én magamról tudok beszélni. Na igen ám, de amikor ott ül vele szembe 2-3 ember, és ilyen keresztkérdéseket tesz fel neki, hát akkor az jön ki, hogy ott ilyen hebegés, habogás van, és igazából nem tud saját magáról beszélni. Jó, szoktunk ilyen állásinterjú tréningeket, gyakorlatokat csinálni, múlt csütörtökön volt egy ilyen tréningünk, tapasztalt szakemberek, kiültetjük őket ide a székre, feltesszük neki a kérdést, és ott ugye bonyolult körmondatokba megy bele, nem figyel arra, hogy hogyan is mondja az üzenetet, jár a lába, stb. Nincs felkészülve rendesen. Tehát készüljetek fel, ez olyan, mint egy vizsga. Írjátok meg előre a kérdéseket, hogy vajon miket kérdeznek, dolgozzátok ki, gyakoroljátok be otthon. Hülyeségnek tűnik, de nagyon-nagyon hasznos. A partneretekkel, szüleitekkel, barátnőtökkel, barátotokkal gyakoroljatok benne. Oké, na, ez volt tehát a negyedik ilyen rövid jó tanácsom, mert az állásinterjún nagyon fontos, hogy szimpatikusak legyetek, jó? Igazából a szaktudás megléte, meg a hozzáállás, stb. Illetve a hozzáállás az már a szimpátia része, de nem az, hogy mit tudtok, meg tudjátok-e, amire szükség van, ez a belépő. Az alapján fog eldőlni, hogy felvesznek, hogy szimpatikusak vagytok-e.
Ugye ilyen nüanszokra is kell figyelni, hogy szemébe nézzek az illetőnek, hogy milyen a hangom, stb. Viszont csak akkor tudok erre figyelni, hogyha megfelelően felkészültem. Ez az egyik tapasztalat, vagy gyakori hiba, a másik pedig, hogy nem kérdeznek. Amikor egy ellensinterjú végén ott van, hogy na, akkor van-e valamilyen kérdés? Hát, általában nagy csönd szokott lenni, vagy azt mondja valaki, köszönöm, már minden kérdésemre választ kaptam. Na, ez nem kellett valami jó benyomás, mert mondjuk abban az állásban fogsz dolgozni 2-3x évet, és igazából még csak kérdésed sincs. Ráadásul ugye a kérdések nagyon sokszor többet elárulnak valakinek a szaktudásáról, mint a válaszai. Tehát írjatok össze mindig ilyen normális épkézlet kérdést, próbáljátok megérteni, hogy mi a munka, és ne csak azt kérdezzétek, hogy mennyi a fizetés, meg kell-e túlórázni.